Sziasztok srácok, itt Clashy Jomac, köszöntök mindenkit egy újabb videóban. Én is gondoltam már, hogy sokan vártátok ezt a videót, úgyhogy hát két hónap után, majdnem három hónap után elkészült a következő Clash Royale teóriák videó. Ez lenne a második rész, és most kicsit próbáltam a Mindbusters-hoz hülyen beöltözni. Itt van a menő sisakom, tökéletes ingel, Huzentrugerrel, kesztyűvel, mindennel, én mindenre fel vagyok készülve, azért van, hogy kilukasszol a két kesztyű, az ujjaimmal tudjam ugye a tabletet használni. Úgyhogy ez lenne a Clash Royale teóriák második része, remélem, hogy elnyeri majd a tetszéseteket. Viszont mielőtt nagyon belemennénk a dolgokba, volt ilyen nem olyan régen egy Beat Saber-ös videóm, ami remélem, hogy elnyerte a tetszéseteket, és tényleg nagyon-nagyon sok munka volt vele, és tényleg, ha nem láttad még, én nagyon tudom ajánlani, és mindenféleképpen nézd meg azt a videót, mert szerintem nagyon király lett. Úgyhogy rakok egy linket a leírásban. Viszont elmondom, hogy esetleg aki két hónapja nem látta azt a videót, hogy miről lenne szó, mi ez a videó, mit fogunk csinálni. Szóval a videó lényege tulajdonképpen az, hogy ti küldtök nekem kommentben teóriákat, állításokat, amikről nekem ki kell derítenem, hogy igaz-e vagy nem. Tehát, hogy ez egy igaz, tehát igaz az állítás, és tényleg úgy van, akkor bebizonyítjuk, hogy igen, ez tényleg így van, ha pedig hamis, akkor bebizonyítjuk, hogy hát, ez bizony egy tévhit, és ez nem így van. Úgyhogy ez tulajdonképpen a videó lényege, és 10-et fogunk megnézni a mai videóban is, és arra szeretnének kérni titeket, hogy a harmadik részhez írjatok kommentben különböző teóriákat, amiket meg tudok csinálni tényleg a harmadik részre, úgyhogy ebben igazából ti is részt tudtok venni. És ha tetszik valami teória a kommentekben, akkor nyomj rá egy lájkot, meg a videóra is amúgy egy lájkot, amúgy megengedem. Szóval ha tetszik a teória, akkor nyomj egy lájkot, és akkor én azt jobban látni fogom, és nagyobb valószínűséggel fog bekerülni a következő Clash Royale teóriás videóba. Úgyhogy én igazából nem szeretném tovább húzni a részt, a mai része is 10 teóriánk van. Szerintem kezdjük is az elsővel. Az első teóriánkat Huntertől kaptam, aki azt mondta, ha leraksz egy tombstone-t, és kilépsz, majd visszalépsz a játékba, akkor a tombstone becsukódik. Nos, én ezt régen már láttam, ezt a bugot, és nézzük csak meg, hogy most is benne van-e még a játékban. Viszont mielőtt megnéznénk, kommentben kérem majd a véleményeteket erről a videóról, mit kéne változtatni, mi volt jó, mi volt rossz, stb. Mert tényleg ez nagyon-nagyon fontos, hogy tudtok ezzel nekem segíteni. Na de, akkor nézzük is meg ezt a tombstone-os dolgot. Szóval, itt is lennék a nagy karakteremen. Ezedeket raktam össze erre a challenge-re, és ki fogom hívni a kis karakteremet egy csatára. És el fogjuk indítani egy pillanat, csak jó. Nézzük a friendly button-t, és akkor ha leraksz egy tombstone-t, és kilépsz, vagy visszalépsz, akkor a tombstone becsukódik. Na, nézzük csak. Lerakjuk a tombstone-t, ott van, az elemi azért nem fog semmit lerakni, úgyhogy kilépünk, mindenhonnan, teljesen kiléptünk, majd megnyitjuk újra a Clash Royale-t, és nézzük, hogy igaz-e. És tényleg, ott van, be van csukódva a tombstone, mint láthatjátok, miközben itt, ezen a kijelzőn, itt nyitva van. Látjátok, itt nyitva van, ott pedig csukva van. Might confirmed, igaza volt Hunternek, ez tényleg így van, úgyhogy az elsőt már meg is mondtuk, hogy így van, úgyhogy nézzük is a másodikat. A második állításunkat Berti mondta, és ő azt mondta, ha az X-ból lövi a tornyot, és lefrizeled, plusz leraksz egy katonát, akkor a fríz után még is a toronyt lövi, nem a katonát. Tehát az ellenség lerak egy katonát, miközben az X-bolt frizelted, és az X-bolt mégiscsak azt mondja Berti, hogy a toronyra fog visszalokkolni. Úgyhogy most ezt fogjuk megnézni, hogy igaza volt-e Bertinek. Itt is vagyunk, megvan mind a két karakteren a megfelelő kártyák, úgyhogy megint jött a Friendly Battle, és nézzük csak meg a dolgot, csak nincs hangja a játéknak, bocsánat, ezt elfelejtettem visszakapcsolni. Nem ez a lényeg, nincs is szükségünk a hangra, úgyhogy gyorsan elszájkülözünk igazából az X-bolhoz. Jó, itt megvan a freeze spell, itt viszont megvárom, míg a Ice Golem ott lesz. Szóval, nézzük csak a dolgokat. Várunk, az X-bow lerakjuk. Be fogja targetelni a tornyot, igen, elkezd időni. Lefreezeljük. Jó, lerakunk egy Ice Golemet.
Nézzük csak, hogy így lesz-e vajon. Nem. Nem, az Xbox a Freeze Spell után, mint láthatjátok, az Ice Golemet kezdte el lőni. Úgyhogy sajnálom, Berti, de ez nem igaz. Nem volt igazad ezzel kapcsolatban, úgyhogy might bust it! Úgyhogy sajnálom, de ez nem jött össze, Berti. Átlettél verve, valaki átvert, úgyhogy menjünk a következőre, mert ezt megcáfoltuk. A következő májtunk nem mástól van, mint AD Games-től, és ő azt mondta, hogy Zsomat, hogyha a Goblin Barrel-t a saját King Tower-ödre nyomod, King, akkor a Goblin Barrel-nek a hangja megy tovább, mint a messzebbre dobtad volna. Like, hogy Zsomat lássa is. Zsomat is lássa. Még nem teljesen így írta. Mindegy, lényeg az, hogy láttam, bekerült a következő videóba, úgyhogy visszakapcsoljuk a játék hangját, és meg fogjuk nézni, hogy ez tényleg így lesz-e, viszont szükségünk van az Xbox helyett egy Goblin Barrel-re. Nagyon-nagyon fülelnünk kell, ugyanis itt a hangok fognak a legfontosabb szerepet játszani, hogy kicsit feljebb vesszük, hogy jobban halljátok a dolgokat, és ki is kérjük a Friendly Button-t, és nincs másra szükségünk, mint egy Goblin Barrel-re. És ott is van a kezünkbe, úgyhogy nézzük meg azt, hogy mi történik, hogyha saját kingünkre dobjuk. Hát gondolom valahogy így. Tényleg! Tényleg, teljesen igaza volt. Teljesen igaza volt AD Gamesnek, ez egy bug. Ez így volt. Tehát eldobtam a Goblin Barrel-t, és a hangja tovább ment, hogyha még mindig a levegőbe lett volna. Úgyhogy nézzük meg még egyszer. De a hang az ott van, a robbanás hang, de ez a repülés hang még mindig ott van. Ez egy mini bug a játékban igazából. AD Games igazad volt. Might confirmed. Ez érdekes volt, ezt nem tudtam például, de ezek között vannak olyanok párak, amiket már tudtam. De nem baj, ez megvan, úgyhogy megyünk is a következőre. Jöhet a negyedik teóriánk, amit D. Bálint mondott. Ő azt mondta, ha egy Sparky-t teszel le, és az ellenfél lerak egy Golem elektrovizárdot, és összetornázódod, a Sparky megöli az elektrovizárdot. Én ezt tudom, hogy így van, de szemléltessük nektek, hogy ez tényleg így van, be fogom mutatni. Sajnos már történt velem ilyen, úgyhogy nem nálam volt a Sparky, hanem nálam volt a Golem elektrovizárd, úgyhogy nézzük csak meg, hogy ez tényleg így van-e. Ki, és kértem a csatát, nézzük csak meg, hogy Bálintnak igaza volt-e. Ugye enemynek szükség lesz egy Golem elektrovizárd kombinációra, nekünk pedig szükségünk lesz egy Sparky-ra. Nos, megvan a Golem elektrovizárd, csak hát ugye kell rá elég elixír, úgyhogy rakom a Golemet. Jött a Sparky szerintem. Jött az elektrovizárd, és egybe kell tornádózni a kettőt, és meg kell nézni, hogy mi történik. Úgyhogy már készítem is a tornádót. Nézzük csak. Tornádó, gyerünk! Ennyi. Ennyi, tehát az elektrovizárd az nem tudta lefagyasztani tulajdonképpen a Sparkinkat, úgyhogy hát ez szépen túlélte a dolgot. Úgyhogy most gyorsan le fogjuk rombolni a tornyát. Úgyhogy Bálinnak igaza volt, might confirmed. Az előző részben volt pár olyan pillanat, amikor szerencsétlenkedtem, úgyhogy remélem most nem fogok, ugyanis meg fogjuk nézni Bannermannek a teóriáját, ami szerint, ha olyan replayt nézel, ahol a Dark Prince elejti a pajzsát, akárhányszor nézed újra, a pajzs mindig máshol fog esni. Tehát szükségünk van egy Dark Prince-re, akinek hát nem meghal, csak leesik a pajzsa, és replayben meg fogjuk nézni, ahányszor csak lehet, úgyhogy készülünk is elő erre. Megtörténtek az előkészületek, nézzük csak, hogy ez hogyan fog kinézni, és ott is van a Dark Prince a kezünkben, úgyhogy lerakjuk. De már rakunk egy elektrovizárdot, és megnézzük, hogy ez hogyan fog történni, hogy amikor leesik a pajzsa. Igazából csak ennyire van szükségünk, hogy leessen a pajzsa, és utána megnézzük. Itt most esett le a pajzsa, láthattátok. A replayből igazából ennyire van szükségünk, úgyhogy most gyorsan lejátszom a meccset, és utána megnézzük a replayeket. Megtörtént a csata, úgyhogy most már csak a replayt kell megnéznünk, és azt kell néznünk, hogy merre esik le a Dark Prince-nek a pajzsa. Ugye ez a replay elején volt, úgyhogy ezt viszonylag gyorsan meg tudjuk állapítani. Úgyhogy ott a Dark Prince, nézzük csak, lelassítottam félszeres gyorsításba, ugye az elektrizárd egyet belecsap, és itt előre esik viszonylag, jó, ez egyszerre, inkább ilyen 3-4-szer minimum nézzük meg a dolgokat, hogy megbizonyosunk benne, hogy Bannermannek igaza volt. Ó, ezt most nem figyeltem, túl sajnosan begyorsítottam, szóval nézzük csak, megint jön a Dark Prince, jó,
nézzük csak, most hova fog esni a Dark Prince pajzsi. Azt mondta, bárhányszor nézzük, mindig máshova fog menni. Aha, most hátra ment, mint láthattátok. Aztán... nézzük megint a következőt, hogy most hova fog menni, vajon. Na. Most meg hátra, de középre. Érdekes. Következő variációt nézzük. Na. Most merre fog menni már a pajzs. Félszeres gyorsítást nézzük. Ez érdekes, ez úgy tűnik, hogy ez működik. És ez mondjuk elég jó, hogy randomizálva van. Na nézzük, most hova fog esni a pajzs. Most meg jobbra. Jobbra hátra. Azért még egyszer megnézzük, de szerintem Benmennek igaza volt amúgy. És én erre nem jöttem volna rá magamtól, vagy én nem tudom benne, mert ezt honnan szedte. Nézzük. Nézzük meg még egyszer. Torony eltalálja. Előre. Might confirmed. Teljesen igaza volt Benmennek, szinte bárhányszor fogjuk megnézni, mindig máshova esett ez a pajzs. Mindig máshova esett, úgyhogy might confirmed Benmen igazad volt. Tök király szerintem, tök király, úgyhogy menjünk is a következőre. A hatodik teóriánk nem lenne más, mint Gábor Kuruczol az, hogyha lenyomva tartod a Friendly Battle-n belül az 1v1 gombot, akkor megjelenik egy rejtett játékmód. Valamint ha egy tornyot leromboltál és középre akarod tenni a Royal Giant-ot, akkor egy kockával rakt hátébb, és csak egy tornyot fogja tudni lőni. Most mind a kettőt be fogom nektek mutatni, először összeállítunk gyorsan egy Royal Giant-es decket, és megmutatom ezt a rejtett játékmódot, ami igazából nem egy rejtett játékmód, de nem magyarázom, hogy ez mi és hogyan működik, úgyhogy lépjünk is át a játékba tulajdonképpen. Itt vagyunk, a hangot visszakapcsoljuk. Itt van ez Royal Giant-es deck, és ki fogom hívni szintén a kis karakteremet, tehát a Zsomac squadot. Itt van egy Friendly Battle, nyomba tartom az ujjamat az 1v1 battle-n, itt ki lehet választani, hogy hol játszunk, valamint itt van ez a rejtett játékmód, ez a Fixed Deck Order, ez annyit jelent tulajdonképpen, hogy fixálja a kezdőpaklinkat. Tehát, ha most megnézitek, a felső sorban van nekem a Tornado Log Zap Mirror, a Mirror-t azt kiszerem, az eltbe fog zavarni. Szóval lent pedig az Ice Spirit, Giant Snowball, Skeleton és Royal Giant. És a felső sor, elvileg a felső sor lesz az a négy kártya, hogyha ezt beállítjuk, akkor az a négy kártya lesz a kezdő kezemben. Tehát rányunk, hogy on, kikerjük a Friendly Battle-t, és itt a Friendly Battle-t kikértük, és nézzétek meg az első négy kártyámat, voilà! Az a négy kártya, ami ott van az első sorban nekem, ez az úgymond rejtett játékmód, úgyhogy most gyorsan le kell rombolnunk egy tornyot, hogy a Royal Giant-eset be tudjam mutatni igazából, úgyhogy most ezzel leszek minden erőmmel, hogy leromboljunk egy tornyot, természetesen a Royal Giant az utolsó kártya volt, úgyhogy mindjárt visszatérek. Nos, itt is lennék, és ugye Gábor azt mondta, ha egy tornyot leromboltál, és ugye leromboltunk, és középre akarod tenni a Royal Giant-ot, akkor egy kockával rakd hátrébb, és csak egy torony fogja tudni ülni. Tehát nem azt mondja, hogy ide rakjam, hanem azt mondja, hogy egy kockával hátrébb, és itt láthatjátok, hogy a baloldali toronynál van csak ott a felkeltő el, tehát ez igaz mindenféleképpen, úgyhogy hátra rakjuk, és mint csodák csodájára, csak egy torony fogja tudni lőni a Royal Giant-et. Ez egy kis pro tip a Royal Giant játékosoknak. Úgyhogy ennyi lett volna Gábornak a két májtja, de ez egynek számít. Mind a kettőben igaza volt, úgyhogy mind a kettőt konfirmálom, tehát might confirmed. A következő májtban Koba azt mondja nekünk, ha replayben megállítod a Goblin Barrel-t, és ha jól megnézed, egyre kisebb és egyre nagyobb lesz a Goblin Barrel, ugye miközben repül. És ezt nem csak Koba írta, hanem több mindenki, viszont elején nem tartottam annyira érdekesnek, aztán viszont egy csomóan érzettek, hogyha úgy gondoltam, hogy megnézzük, hogy igaz-e, úgyhogy nézzük csak meg, hogy Kobának, valamint a többi embernek, aki ezt írta, igaza volt-e. Ki is kértem már a Friendit, nézzük csak, hogy van a Goblin Barrel a kezemben, hát nincs, de ott van egyből, úgyhogy nézzük csak a Goblin Barrel-t, eldobom, és igazából a ripét kell majd figyelni, tehát ez most annyira nem számít, de a lényeg az, hogy ott volt az a bizonyos Goblin Barrel, és megvolt, megtörtént a dolog, úgyhogy innentől kezdve gyorsan lehármazom, és megnézzük a ripét. Megvolt a támadás, úgyhogy most már csak a replayre van szükségünk, és megnézzük, hogy igaz-e volt-e az embereknek. Úgyhogy nézzük is a replayt, nézzük is a Goblin Barrel-t, és meg kell állítanunk, amikor ugye megy. Úgyhogy gyorsan belassítjuk, és jön a Goblin Barrel, és mindjárt repül is, mondom mindjárt repül is, és nézzük meg. Ah, most kisebb lett! Kifejezetten kisebb lett, most nagyobb lett. Wow. Wow, most marad egy helyben. Most marad. Most megy össze, nézzétek. Aztán most megint vissza. Wow. Ezt nem tudom ki is hogyan jött rá, de tényleg igaza van.
Kobe Koba igazad volt, meg a többieknek is. Ez így van. Ez bizony így van, úgyhogy might confirmed. Some scan scary írta, hogy ha Lightningot a semmire sem rakod, akkor nem rakódik le, viszont eltűnik az elixir. Ezt fogjuk most letesztelni, ez lenne a 8. mightunk, úgyhogy nézzük csak. Itt is lennénk, ott van már egyből a Lightning a kezünkben, és ő azt mondta, hogy ha a Lightningot a semmire rakom le, tehát nincs ott semmi, akkor nem rakódik le, viszont eltűnik az elixir. A nem rakódik le, ezt úgy értelmezem, hogy lerakódik, tehát hogy most itt lerakom, és eltűnik. És eltűnik az elixírünk, meg a lightning is, viszont ez a nem rakódik le, mert lelakódik, csak nincs ott ami semmi, amit tud ütni, tehát ez amit, nem tudom, szom, lehet, hogy csak rosszul fogalmaztál, de itt ez fogalmazás szempontjából úgy gondolom, hogy ez úgy azt akarja mondani, hogy ott marad a kezemben a lightning, és nem történik semmi. És ilyenkor lerakja a lightningot, és lerakódik, csak nincs mire. Ezért ugye nem történik semmi tulajdonképpen, úgyhogy szom, itt lehet, hogy a fogalmazással volt a gond, de nem volt igazad, úgyhogy might bust it. De amúgy meg nem tudom, hogy pontosan mire gondoltál, ha arra gondoltál, hogy de lerakódik tulajdonképpen, mert látod, hogy eltűnt a kezedből, szóval mindenféleképpen might bust it, úgyhogy ez gyors volt, mehetünk is a következőre. Utolsó előtti, azaz a 9. májunk ebben a videóban. Ne felejtsétek el, kommentekbe írhattok ti is, és akkor belekerülhet esetleg a következő részbe. Imre közben írtam 9-nek, ha egy lightningot, zeppet belecsapsz a toronyba, és megállítod a ripét, akkor folyamatosan rezegni fog. Oké. Nézzük csak meg, hogy Imrének igaza volt. Van lightning is, meg zepp is a deckünkben, úgyhogy már kérem is a csatát, és teszteljük is a dolgokat. Úgyhogy nézzük csak, úgyhogy a replay számít tulajdonképpen, úgyhogy ezeket gyorsan el is megyünk onnan. Úgyhogy nézzük először a zeppet. Wow. És aztán gyűjtsünk össze a lightningre, és nézzük meg utána a replayeket. És meg kell állítani a replayt akkor, amikor lerakjuk ezt a bizonyos kártyát, úgyhogy 3, 2, 1. Boom. Meg volt, úgyhogy ez a részében meg vagyunk. Nézzük is a replayt. Meg volt a csata, úgyhogy nézzük csak meg a replayt, és nézzük csak, hogy folyamatosan rezegni fog-e vajon. Úgyhogy oké, és leraktam azt a két kártyát. Most óvatos vagyok, mert nem tudom, mikor raktam le a zeppet. Állj, ezt elcsesztem. Igaza volt Imrének, igaza volt, nézzétek meg. Folyamatosan rezeg ott azok a villámok vagy micsodák, tehát a zepnél mindenféleképpen működik, és én azt gondolom, hogy ha a zepnél működik, akkor a lightningnál is. Úgyhogy nézzük meg. Hangot volt. Hát a lightningnál kevésbé észrevehető, de azért látszik ez a folyamatos rezgés, vagy mire gondolt. Itt a zepnél ez jobban észrevehető. De én úgy gondolom, hogy Imrének igaza volt, tehát might confirmed. 9. is megvolt, úgyhogy menjünk is már át azonnal a 10. Az utolsóra. 10. pedig Lőrinc Bai mondta, és azt mondta, hogy ha Sparky betargetöl valamit, és eltornádozod a Sparky lövése pillanatában, akkor a lövés követi fogja a célpontot. És én ezt tudom, hogy így van, de azért meg fogjuk nézni, és ez nagyon érdekesen néz ki tényleg, tehát a Sparky tulajdonképpen messzebb lő el, mint az ő range-e, úgyhogy hát ez érdekes tud lenni. Úgyhogy nézzük meg. De mondjuk miért tornádoznám el azt a katonát? Nem oda akarom inkább tornádozni a Sparkymhoz? Nem tudom, érdekes. Nézzük meg. Na, nézzük csak, hogy vajon az utolsóhoz így van-e, ahogy mondtuk. Ez nem jött össze. Ez nem jött össze. Béna vagyok. Hogy lehetek ilyen béna? Értve, hogy Lőrincnek igaza van-e. Ez látható volt, hogy ez így van. Szentrekes sikerült? Most. Szerintem sikerült ezt bemutatnunk, de bemutatom még egyszer szemléltetés szempontjából, hogy minél menőbben nézzen ki, minél jobban nézzen ki a dolog. Nagyon messzire fogjuk tornádozni. Ájj, nem jött össze! Figyelj! Túl lassú lett a tornádó, vagy én nem tudom. Mindegy, szerintem annál az egynél
amit úgymond jól csináltam, látszódott, és szerintem ezt is tudjátok, hogy így van, béna vagyok, nagyon sokszor megpróbáltam, nagyjából látszott az egyiknél, másiknál, úgyhogy remélem ez elég lesz nektek arra bebizonyítsam, hogy ez igaz, és tudom, hogy ez igaz, hogy ez így van, úgyhogy Lőrinc Bai might confirmed, úgyhogy igazad volt, remélem nem volt gáz ez a kis szerencsétlenkedésem a végén, úgyhogy tulajdonképpen a videónak a végére értünk. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, remélem, hogy tetszett. Ne felejtsétek el tényleg, hogy kommentben 10 májtot ki fogok választani, és az bele fognak kerülni a következő részbe, szóval kommenteljetek, írjátok be, hogy milyen teóriákat tudtok ti kommentekben. Én Zsomac voltam, ne felejtsétek el a Beat Saber-es videót is megnézni. Találkozunk holnap a következő videómban. Sziasztok!